papír hiatt, hogy ki lehet menni külföldre, vagy minden malát, csak az oltás káros utaknak lehet. Majd azt is el kell érni, hogy ha valaki kéri, hogy nem akarja az oltást, hogy meg akarja előzni, akkor is lehessen kérni politikai menedékjogot. Mert elvileg akkor is lehet, hogy ha én félek attól, vagy például az is elég, ha félek attól, hogy belehallok az oltást, akkor kérhetek, hogy én majd meglátjuk. Jó? A mai nap következő szenzációja következik, ugye, hogy a Robert F. Kennedy-nek a könyve Oltani, nem oltani, itt magyar fordításra megjelent és kapható most már itt nálunk. Ez nagyon fontos, mert Kennedy barátunk ugye indul az elnök választáson, és mivel oltással kapcsolatban ő a oltás ellenes párti, Trump és Biden összefogott Kennedy ellen. És most már Kennedy ellen kezdenek minden terjeszteni, hogy ne Kennedy legyen. Nekik mindegy, hogy most Trump vagy Biden lesz, de Kennedy nem lehet, holott ő képviseli az igazságot, oltásügyben, mindenben, gyerekegészségügyben. Ők végeztek élelmiszervizsgálatokat gyerekekkel kapcsolatban, és amerikai élelmiszerben nagy mennyiségű arzén találtak. Csak egy példát mondok, arzén, gyerek élelmiszerben, gondoljuk el, nem beszélve a fólomról, a hitazról, az egyik adami anyagról. Tehát a glifozátról nem beszél, vagy ezt beteszik, most már oda is beteszik. Jó, tehát akkor meg is kérném Boros László professzor urat, akit üdvözlöm itt, egy tapsal köszöntjük, hogy előszörösünk. Beszél a könyvről. Nem számolva
változásokról fogunk beszélni, a modern és a pályára cég részvénye, hogy változtatott után, hogy elkezdték ezeket az oltásokat az USA-ban, és kötelezően azokra vonatkozóan, akik ugye közegészségügyi, vagy pedig mondjuk ilyen államszervezet feladatokat látnak el. Azt talán tetszenek látni, hogy ugye itt a, ha úgy gondolkodok, akkor lehet, hogy nem, és akkor elnézést látok. Igen, így már látható elnézést. Tehát ugye egy ajánlással kezdődik a könyv, nagyon érdemes végig olvasni az ajánlásokat, mert rendkívül neves amerikai orvosokról van szó, vagy egészségügyi kutatásra foglalkozó szakemberekkel, akik ajánlják ezt a könyvet, és hogy mi érted is nagyon fontos. Köszönhetően említás, hogy Bücsői előszava nagyon fontos részleteket közül a könyv általános tartalmával kapcsolatban. Bernd Bücsői, ő az a amerikai riporter, aki azt lehet mondani, hogy a kezdetektől fogva követte mondjuk így az oltásokkal és az oltások jogi környezetével kapcsolatos szakmai kérdéseket. Majd az előadás végén elmondom, hogy egy picit többen beszélek. Ugye az első fejezet az az oltott kontra oltatlan kérdést vizsgálja, és valójában az alapfelvetés az, hogy miért nem engedik vagy engedélyezik az oltások vagy az oltások mondjuk így eredményének a tudományos szakszerű vizsgálatát. Nyilvánvalóan még vakon végzett placebo, tehát kontrollált klinikai vizsgálatokról lenne szó, amit nem kívánnak meg vakcinákkal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen egy vakcina fejlesztés és kiszerelés, de egészen más törvényeket és szabályokat kötelesnek tartani. Erről szól az első fejezet. A második fejezet az egészségügyi következmények összefüggése a vakcinálási menetrendben. Tehát itt az a nagyon fontos kérdés, hogy hosszabb mint-e mondjuk így élettartamot egy vakcinázás, amiről ugye Bozsóktól beszélt. Azt hozzá kell tennem, hogy az elmúlt 5 évben az USA által életkora most már haladik, tehát jelentősen. Ezek statisztikai adatok, én erre ezzel kapcsolatban szoktam tájékoztatni a munkatársakat is így, és a harmadik fejezet ugye ezekkel az adalékanyagokkal foglalkozik, amik a vakcinával vannak, ugye alapvetően mi a gond egy oltóanyaggal, csak példaként ugye influenzát senki nem úgy kap, hogy áll a villamos, és akkor valaki válaszolja az influenza vírussal, hanem valójában az egy felső vírusos cseppfertőzés, ami úgy vált ki immunválaszt, hogy a vírusok olyan fát a sejteken megtelepszenek, azokból úgynevezett endotípus sejtek lesznek, tehát egy ilyen antigén prezentálsz, körülbelül, mint a kocsi szerelő, amikor szétszerelik a autót, és akkor az alkatrészek közül nézi azt, hogy melyiket kell kicserélni. Ezek a sejtek képesek arra, hogy elindítsanak egy immunválaszt, mégpedig azzal, hogy megmutatják bizonyos T-sejteket, mert most nem akarok a részletekbe belemenni, tehát linfatikusát, immunsejteknek nem mutatják ezeket az antigéneket, amit a vírus tartalmaz, és ezzel szemben kifejlődik egy tumorát, és azaz egy ellenanyagok termelése, tehát támadnak a T-sejtek feladatot, és egy sejtes immunválasz, ami a T-sejtek, ugye ez a natural killer cell, ez a memória funkcióval rendelkező természetes erősségek, ennek a immunválasznak a reakció. Az izmokban nincsenek ilyen sejtek, tehát az izmokban hiába annak bármilyen fehérjét, fehérjét természetben, ott immunválasz így nem indul el, oda be kell hívni az immunsejteket, mégpedig úgy, hogy okoznak egy aszeptikus gyulladás, azaz tulajdonképpen a keringéssel vagy a szövetben lévő rezidens vagy helyi immunsejteket ezekkel a különféle vegyületekkel oda csalogatják, és hát ugye itt a legkülönbözőbb
szerkezeti és legfélé kiszerűs anyagokat lehet megtalálni. Ezek közül az egyik az, amiről a könyv maga részletesen beszél, érdemes elolvasni. Az élő vírusos vakcinák, ugye ezek az MMR folyó rotavírus, ez a negyedik fejezet tárgyalja ezeket, de többikben a fő vakcinánként, vakcina csoportonként végigmegy a könyv azokon az adatokon, amelyek fölmérték ezeknek a vakcináknak a veszélyeit, ezeknek a vakcináknak a következményeit, és ezeket mondjuk vizuálisan, tehát grafikonokon segítségével megjelenítik. Nagyon fontos ugye a HPV vagy a papilloma vírus vakcinák kérdése, ugyanis azt már iskolás korban, tehát mondjuk így a serdülőkor kezelésre adják, és valójában ezek az egészség, lehetséges egészségkárosító hatása már az orvosi irodalomban jegyezve vannak, hogy ez a, mondjuk így a tájékoztatásban soha nem kerül be. Azért érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert mindenképpen ez a tájékoztatás helyett tájékoztatja a szülőket és bárkit, akik érdekel, hogy mi a valós helyzet ezekkel az oktatókkal vagy vakcinákkal kapcsolatban. A hatodik fejezet az az öbölháborús megbetegedések vakcináiról vagy otthonyagairól szól. Hát ugye azt tudni kell, hogy ugye a katonákat oltják, tehát ők mondjuk így nagyobb vagy több vakcinát kapnak. Ugye most, hogy aztán a korai rutina menetelőkhöz ez mennyire járul hozzá, egy nagyon fontos kérdés, a könyv értelmezi is ezeket a kérdéseket. A hetedik fejezet az az influenza vagy a nátha vakcináról szól, hát ugye valójában ez Magyarországon is egy választható vakcina. Az érdekes, hogy ugye a Kalifornia felé nem mehettem be a kórházba, addig, amíg nem oltattam magam ezzel, hát nem oltattam magam ezzel, úgyhogy nem mehettem be a kórházba. Tehát köszönjük ezeket az ilyen furcsa helyzetet teremtünk így a munkahalló kérdésében. Ez egy nagyon lehetetlen helyzet, mikor valaki nem mehet a saját kórházába, csak azért, vagy a saját kutatóhelyére, csak azért, mert nem oltatta meg a már influenza ellen, amit én minden ötéke egyszer elkapott, aztán mondjuk egy-két óra emelek rá, aztán jobb esetben, aztán indulok tovább. Ugye vannak ezek a három komponens, vagy többféle hatalmat tartalmazó vakcinát, tehát már most nem menjünk korábban, hogy egy oltás egy vakcina, hanem itt keverik, vagy összevonják ezeket, vagy nem mondjuk egyszerre hat oltóanyag van most már. Tehát tulajdonképpen egy oltással bevisznek több olyan mondjuk így vakcinát, vagy hat oltóanyagot, amiről úgy gondolják, hogy az valójában megakadályozza azt a betegséget. Tudjuk, hogy ugye a Covid vakcinákkal szemben nem így van, ezt ugye ismerik a törvénykodók, vagy a kutatók is, törvénykodók is. És ugye a 9. fejezet az a hepatitis B vakcinákkal kapcsolatos. Itt azért különleges ez a helyzet, mert én ismerem személyesen azt, aki Nobel-díjat kapott ezekért a vakcinákért, a hepatitis B vakcinák, vakcina kiszereléséért, és hát ugye ezt személyes beszélgetünk, mert ez egy más jellegű, mondjuk ugye előfeszítés volt, de a lényeg az, hogy végül is ezt így bevezeti most ugye. A hepatitis B vakcinákat most már csecsemőkorban akarják mondjuk így adni, így bevezetni, de azt mondjuk el, hogy ahhoz, hogy valaki génikusú mágyulladás kapja, ugye ez a mágyulladás, kerül mágyulladás, ahhoz vagy drogérvezőnek, vagy drogérvezőnek, vagy valamilyen hámhiakkal rendelkező, akár csak felek is élni, és kerülhet, ezt nem lehet törni. Tehát ez nem egy cseppfertőzéssel terjedő betegség. Tehát valójában azt lehet tudni, és ezt csecsemőknek adni nyilvánvalóan kérdéses, hogy miért annyira fontos. A lényeg az, hogy a 10. fejezetben aztán áttérünk a koronavakcinákra. Ez azért fontos ez a kérdés, hogy a tegnap tartottam előadást a kormánygyógyszerű szektor átképzésén. Az az előadás már rendelkezésre áll, illetve
a héten jelent meg egy jelentős cikkünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A 11. fejezet az a vakcinák és a terhesség kérdésével foglalkozik. Az utolsó az a, mondjuk így a kemény saját szervezetének, Children's Health Defense-nek az alkalmazottjai tapasztalatai vannak megtárgyalva, és nagyon érdekes a függelék ABC, ugyanis a függelékekben a Kennedy, aki jogász, tehát ő nagyon sok pert visz, a Collins-szal, tehát ugye a Fauci-val és társadalmával való levelezését, ugye Francis Collins, ő az NIH, tehát az Amerikai Egészségügyi Minisztérium Kutatási Szervezetének, a National Institute of Health-nak az igazgatója volt. Személyesen is vettem őket szintén, mert dolgoztam velük is, illetve az utódját, Dr. Varnus, illetve az előttén, bocsánat, Dr. Varnus is ismertem, akkor, amikor együtt dolgoztunk a National Institute of Health-ra, és ugye a függelék végig az az elektronikus levelezéssel folytatódik, amit Francis Collinsnak, tehát az igazgatónak írt, ami aztán igen, hogy nem kapott válaszokat. Tehát itt azért alapjára végezni egy kivételes esetben válaszol vissza egy kormányzati szer. Az USA-ban ennek egészen más a jogmenete, inkább azt ismerem, de a lényeg az, hogy valójában itthon is elképzelhető, hogy hasonló kérdések merülnek majd fel, hogy hogyan indul meg a párbeszéd a kormányzati és a független szervek között, oltással kapcsolatos szakmai szervek között, és akkor a függelék E, az utolsó függelék, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának állásfoglalása szerint, ugye ez a Human Health Services, tehát az Amerikai Egészségügyi Minisztériumnak a Kollégia Népegészségügyi Bizottsága, hogyan sérti meg a gyermekkori vakcinák kötelező jelentését. Ez egy 1986-os évi nemzeti gyermekkori vakcináció sérülésekről szóló törvény alapján megkívánt vagy kötelező, ezeknek a vakcináknak a valódi, mondjuk így hatásait ajánlottam, vagy törvény. Na most ez az egész náló megtett támogató kérdés fontos, mert itt lehet tájékozódni magában a könyvben, és ez azért nagyon fontos, ez az 1986-os törvény, és én ezt elhoztam, hogy értsék azért, hogy itt miről van szó. Ez a USA HR 546 National Childhood Vaccine Injury Act of 1986. Ezt Ronald Reagan elmondta alá, elnökségének utolsó hónapjaiban. A lényeg az, hogy ez mentesíti a vakcinaipart mindenféle polgári büntetői korlátozástól. Azaz, hiába okoz, és majd mindjárt felolvassuk magát a törvényt, hogy ezt nem tessenek érteni, hogy miről van itt szó. Ugye itt szabályozásoktól mentes, így jogi, tehát polgári peres, ugye kétféle vannak büntetői és polgári perek, most nem akarok a részletekről elmenni, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a polgári peres büntető vonatkozásait a vakcina károsodásnak tulajdonképpen kiveszik a jogorvoslás lehetőségei közül. Ezáltal a vakcinát által egészségromlás vagy egészségkárosodás miatt nem lehet bevetni egy gyógyszerszéket. Ez akár ilyen furcsán hangzik, ez így van. És akkor nézzük meg a törvényt magát. Itt van a csap, ezt majd PDF-ben el lehet tudni érni, tehát el lehet olvasni eredetiben is ezt a törvényt. Tehát ez Ronald Reagan írt a alá 86-ban. Ez a B szakaszra vonatkozik, ez a megállapítás. Én lefordítottam ezt így nele, de angol nyelven eredetiből önök is meg tudják fordítani. Egy további jogorvoslati részt itt adta meg a törvény, mert meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek alapján a törvény keretében kártérítési nyelvű kijelentés benyújtó személy dönthet úgy, hogy polgári kártérítési pert indít. Ez a szakasz úgy rendelkezik, hogy a vakcina gyártója nem felelős polgári peres eljárásban a vakcinával kapcsolatos sérülésből,
vagy halálesetben lehetett kárért. Tehát tulajdonképpen az amerikai jogalkotásnak egy törvény alkalmazás, ugye az USA-ban csak akkor lehet elelni, ha volt kárhozás. Tehát hiába ökönhagy a fósokot, ha ő talál és azt mondja, hogy oké, akkor nincs semmi gond, de ha ilyesik a pénztárcára, ezt valaki elviszi, akkor már fel lehet tenni. De addig, ami nincs kára, abból, ami történt, nem fel lehet. Az USA-ban ez a károkozás, ez egy nagyon fontos alapillére a peres ügyeknek, és itt valójában egy a vakcina gyártóját nem lehet felelősség tenni bármilyen kárőr abban az esetben, amelyek elkerülhetetlen mellékhatásokból eredtek. Azaz, mondjuk felsorolják, hogy mi lehet ebből a vakcina mellékhatás körből, amiből alakulhat ki, az ők tulajdonképpen ezzel már védve vannak, végén, hogy a beteg maga is illetve a vakcina káros hatásait, vagy ha rá lehet bizonyítani a gyártóra azt, hogy valamit elmozdottak, vagy valami hibát követtek el, amiről nem számoltak le. Tehát itt valójában a törvény azzal a polgári, mondjuk így jogrenddel, amivel a felelősség okokkal, a károkozás alól kimondja a gyógyszeripart, vagy a vakcinaipart, mondjuk így, azzal tulajdonképpen kiveszi a jogorvoslás lehetőségét. Azaz, az USA-ban nem lehet vakcinagyártót perelni károkozásért, mindaddig, ami ő tulajdonképpen elkerülhetne a mellékhatást, akár halált is, és a másik pedig, hogy közöttetett, hogy valamilyen mulasztást követett el. Ugye ez azért fontos, mert ugye nincs most jelenleg még azt hiszem ilyen tételes polgárjogi vonatkozása Magyarországon, hogy tulajdonképpen mindenki az amerikai rendszer követi manapság már, tehát az eljárásokban valószínűleg ez lesz egy szempont. A másik nagyon fontos, amit tudni kell a gyógyszer cégekről, hogy ők viszont a törvényben meghatározták azt, hogy ez a VAERS system, ez a Vaccine Adverse Event Reporting System, ez a VAERS system, ugye ide lehet jelenteni orvosok által a vakcina károsodásokat, ennek kb. 1-5%-át jelentik, vagy jelenthetik, valószínűleg akkor kell a részleteiben belemenni. De tulajdonképpen annak fejében, hogy régen ennek aláírt ezt a törvényt, hogy nem lehet a gyógyszeripart perelni, ennek fejében viszont nyitottak egy kártérítési lehetőséget a bejelentések alapján arra az esetre, hogyha el valaki érintkart. De azt nem a gyógyszeripar vagy a gyógyszer cégek fizetik, hanem az állam. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen félmegoldás bármilyen tekintetben nézzük ezt a lehetőséget. Azért fontos ez a könyv, és azért köszönjük Tamosi doktornak, hogy lefordította ezt a könyvet, mert ez egy nagyon lényeges, fontos eleme annak a mondjuk így globális hatalmi verdődésnek, ami a gyógyszeripar, és mondjuk az államparázat kötelező oltások tekintetében folyik. Ez minden fontos részletre ad valamilyen válasz, ezt meg lehet venni Amazon.com, én onnan vettem a felülapot, itt van a magyar változata is egyébként ennek, tehát nagyon néz ki, majd az előadás után, mert többen kérdezik, hogy dedikáljunk, Tamosi doktor is mondta, hogy ezt dedikáljuk, aki kéri. Tessenek beleolvasni, tessenek megtenni, mert nagyon fontos. Miért fontos ez? Ha egy vakcina cég, és most ugye itt ez megint egy elérhető ismeret anyag, ez a Moderna cégnek a részvény árait, tehát a részvényeit mutatja, 2020-tól 2021-en keresztül itt kezdték meg a kötelező oltásokat a USA-ban. Azt lehet mondani, hogy talán 100 dollárról 400 dollár felé megy fel, ilyenkor egy gyógyszercégnek a részvényen. De lehet ezt képzelni, hogy ez viszonylag
cég gyógyszerben, hogy orvosi igazgatóban, de ők eladták a részvényeket itt többet. Tehát valójában ez egy hatalmas üzlet, ezekkel a részvényekkel kereskedni, hogyha rákerülnek a kötelező oltási schedule-be, vagy a kötelező oltási jegyzékbe, onnantól kezdve ez hatalmas pénz. Itt van a Pfizer, szintén az internetről lehetetlen tudni szerintem, de semmi ki különleges, hogy eljöhetően nincs. Egyébként 70-80 dollár körül álltak meg a csúcson, most olyan 21-néhány dollár körül voltak, de még úgy elkezdtek felszámolni néhány dolgot, hogy kell egy járvány. Nyilvánvalóan a következő, mert ugye ezt most tervezkedik, ez a magamban állítani lesz. A majom, nem tudom én, mint majd a világ nem volt érdeklő, és úgyhogy az nem maradt. A következő. Nem csak mondjuk így a szakmai részétesnek nézve, hanem ennek a gazdasági részét is. Én egy San Francisco-i céggel, hogy őket követjük, és ezeket a mondjuk így üzleti lehetőségeket azért követjük, mert én magam is kíváncsi vagyok. Én 2005 óta írok cikkeket a Virág szakmai irodalomban. Nagyon fontos, hogy mi augusztus végén egy távot tartunk, ez apartusztánunkban, itt van a csata, ahol lehetetnek, hogy miért, ahol ezeket a kérdéseket részletesen megbeszéljük, és tudunk is valójában kicserélni anyagokat, meg ismereteket. Ha valakit ez érdekel, akkor esetleg jöjjön el. Illetve nagyon fontos, hogy aláírás helyett, vagy autogram helyett, vagy bejegyzés helyett, ugye itt az a kép, amit tavaly júniusban csináltunk Babival, én tagja vagyok annak az orvos csapatnak, aki mondjuk így bizonyos kérdésekben nyilatkozik, vagy nyilatkozik felé. Tegnap tartottam ezt az előadást, ez a COVID oltásokkal kapcsolatos, ezt esetleg esetleg megnézni. Ez egyébként a magánképző részletnek egy felét fontos, tehát a képzési jegyet biztosító előadás volt, ami ugye azért fontos, mert én is itthon is lehet képezni ebbe az irányba, egyelőre magánképző részletet, tehát mindig, hogy ez más körökkel is előjött. A héten fog megjelenni egy cikkünk a Pharmacology Research and Perspective, tehát az amerikai gyógyszerfejlesztési és az angol gyógyszerfejlesztési társaságoknak a szaklapja. Ami nagyon fontos, hogy Dr. Peter McCullough, akinek a neve talán ismerős, illetve Stephanie Sennett, vállalták a szerzőséget velem együtt, sőt, örültek annak, hogy felkértem őket szerzőnek. Két olasz orvos kutató, vagy kutató biokémikus, illetve proteomikus, tehát fehérje vizsgálatokat végeznek. Erről szól a tegnapi előadások. A tüskefehérjének bizonyos algéjai hogyan íródik át oltások után, hogy mi az a pszeudolulin, hogy néz ki egy fehérje, amit megváltoztatják ennek a messengeremesnek a szerkezetét. Ez ugyanilyen szerint egy fontos előadás abban a tekintetben, hogy ennek a cikknek a részletét átadja, de most nem fogok belemenni a részleteiben, mert erről szól a mai beszélgetés. Ennek a magyar címe az az, hogy a COVID-19 vakcinázás követő biokémiai átalakított messenger ellenes kerethívása mellett tüskefehérjéjei emberi szövetekben és a vérkeringésben. Ez azért nagyon fontos, mert pillanat alatt ő azt lehet mondani, hogy az USA első számú, mindenképpen az első kardiológusban benne van, hogy a Baylor College Texas Egyetemnek a vétel helyettese volt, addig amíg ki nem helyezték az állásából, mert ugye szemben lett a fő csapás irányjal. Ezzel nem cserélünk, most nem akarok mutatni, hogy ki járt, de én is többen vagyok, ezt sokan vagyunk. És valójában, mint az, aki
kérdés, hogy szakmai körben, szakmai értelemben hogyan tudjuk átvinni azt a, nem is tudom másképp leírni azokat a borzalmakat, amelyek várhatóak az eredeti cikkek alapján, amiket mi ebben a közleményben megbeszélünk. Mi mai évfélkor vissza kell tűnnem a kefelelőnek utolsó javításait, tehát valószínűleg ez a jövő hét közepén kijön ez a cikk. Inkább kell szerda, remélhetőleg. És hát én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, ha a kérdés fel tudnám. Köszönjük szépen! És ha a kérdés, használjuk ki a lehetőséget, felkérdezni valamit. Ha nincs, akkor egy kis szünetet tartunk is.